Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangéliumok igény. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Az egyház nagy ünnepe a mai nap. Annak örvendezünk, hogy a mi végső célunk az örök élet, ami egyrészt elképzelhetetlenül csodálatos, szoktuk mondani, hogy idézve Pál apostolt, szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. De ez az idézet folytatható, mert azt is mondja Szent Pál apostol, hogy nekünk azonban föltárta Isten a Szentlélek által. Tehát mi nem úgy gondolunk a mennyországra, hogy nem tudjuk, mi van ott, hanem ahogy mondja Pál apostol, nekünk azonban föltárta a Szentlélek által. És mi az, amit föltárt a Szentlélek által? Azt, hogy boldogok a lélekben szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok a szelídek. Ez a sok-sok boldogság mind magáról az Úr Jézusról szól. Tehát a mennyországban Jézus minden szív királya és középpontja. Azt mondja Benedek pápa a nyolc boldogságról, hogy ez Jézus rejtett belső önéletrajza. Jézus önmagáról beszél a nyolc boldogságban, amikor odafordul a tanítványaihoz, és azt mondja nekik, hogy ti boldogok vagytok. Boldogok vagytok, mert olyanok vagytok, mint én. Ezt a közvetlen tanítványi körének mondja. Persze hallják Jézus szavát azok is, akik távolabb vannak, és talán ők is elkezdenek vonzódni ehhez a boldogsághoz. Ilyen tehát a mennyország, amilyen Jézus élete. Azt mondja Péter apostol az első levelében, első fejezet 12. vers. Azok, akik jövendőltek, tudomásukra adták, hogy nem önmaguknak, hanem nektek szolgáltak mindazzal,
amit most az evangélium hirdetői feltárnak nektek. Miután az égből elküldetett a Szentlélek, ennek szemlélésére vágynak az angyalok is. Az evangélium szemlélésére vágynak az angyalok, azt mondja Péter apostol. Egész lelki életünket átalakíthatja az teljesen, hogyha megtanuljuk szemlélni az evangéliumot. Szemlélni az evangéliumot azt jelenti, hogy a Szentlélekben olvassuk az evangéliumot. A Szentlélekben olvasni az evangéliumot pedig azt jelenti, hogy én magam ott vagyok, amit hallok. Teljesen elképzelem, én is ott vagyok, és figyelem Jézust. Ez nem kizárólag egy értelmi tevékenység, mert racionálisan értelmezem a történteket, hogy most melyik sor hova kapcsolódik, nyelvtanulat mit jelent. Ezek is fontosak, nagyon fontosak, de ha belegondolunk abba, hogy egy jó családi ebédön nem azt értelmezzük, hogy most milliliterre mennyi van a tányérban a levesből, hanem csak úgy ízleljük a zamatát, érezzük, hogy milyen jó forró a leves. Ugyanígy az evangélium szemlélése, azoknak a képeknek a szemlélése, amit az evangélisták ránk hagytak. A Biblia elsősorban képekben szól hozzánk. A Biblia tele van álmokkal, jövendőlésekkel, sárkányokkal, proféciákkal. Hogyha ezeket a képeket szemléljük, akkor a Szentlélek beírja a szívünkbe, és szinte öntudatlanul az evangélium fog belőlünk áradni. Hadd mondjuk erre egy példát Szent Pió atya életéből. Mi tudjuk azt, hogy az egyház nagyon megpróbálta őt, egy kicsit konkrétabban fogalmazzak, az egyháznak néhány képviselője, olykor püspökök is, megrágalmazták. És az utolsó napokban is ott volt mellette egy püspök, aki nagyon keményen vádolta őt, és azt mondta ez a püspök Pió atyának, hogy az egyháznak nincs szüksége ilyen szentényvesztőkre, mint amilyen te vagy. És Pió atya nagyon szelíden, nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy alázattal visszaválaszolt, szinte rögtön, szinte automatikusan, nekem viszont szükségem van az egyházra. Na ez volt az, hogy egy ilyen rettentően megalázó helyzetben nem úgy válaszolt vissza, hogy jó, ha rám nincs szüksége az egyháznak, nekem sincs szükségem az egyházra, én már elég híros vagyok, egy csettintésemre 100 000 emberrel egy új egyházat tudok alapítani. Nem. Szó sincs erről. Pió atya egész életében szemlélte az evangéliumot. Folyamatosan az evangéliumban élt. Ennek a szemlélésére vágynak az angyalok is. És éppen ezért, mivel szemlélte az evangéliumot, a lehető legelképesztőbb helyzetekben is állandóan az evangélium lelkülete, a Szentlélek szavai törtek föl a szívéből. Kedves testvérek, a mai napon, minden szentek ünnepén kérjük annak a sok-sok szentnek a közbenjárását, akik mindegyik talán egy-egy evangélium mondatnak a naptestesítője. Szent Erzsébet talán annak a mondatnak a naptestesítője, hogy adjatok, és adnak majd nektek is. Jó, tömött, megrázott, és túlcsorduló mércékkel mérnek öletekbe. A mi életünk is váljon olyanná, hogy egy-egy evangéliumi mondatnak a naptestesítői legyünk. Legyen ez a mai ünnepünknek a gyümölcse az elkövetkezendő napokra, sőt, egész életünk végéig.
Amen.